Sándor vagyok, a Hayes Hungary mérnöki díjért felelős munkatársa. A mérnöki területen klasszikusan elmondható, hogy hiány van a szakképzett munkaerőből, nincs ez másként hazánkban sem. Multinacionális partnereink folyamatosan keresik a tevékenységük ellátásra szükséges szakembereket. Pályakezdők számára a legtöbb lehetőség a nagyobb autóipari cégeknél található. Aktív angol nyelvtudás és egy 3-6 hónapos gyakornoki tapasztalat már jó belépő lehet. A német nyelv ismerete pedig jelentős plusz lehet az autóipari területen, kifejezetten a vevői kapcsolattartással is foglalkozó pozíciókban, így például a projektvezetőknél, minőségbiztosítási mérnököknél. Az autóipar az továbbra is húzó szektor marad, több gyár bővül, illetve néhány jelentősebb zöldmezős beruházásról is beszéltünk ezen a területen. Nagy a kereset a folyamatfejlesztéssel foglalkozó szakemberekre, így például a folyamatmérnökökre, ipari mérnökökre, illetve a modern gyártásfejlesztési elvek, például a Lean Six Sigma szakértőire. Automatizálással foglalkozó jelöltek iránt is igencsak megnőtt a kereslet, ma már gépészmérnököknél is helyenként elvárt az alapszintű programozási készség. A robotprogramozók rendkívül alacsony száma miatt a béreik sokszor meghaladhatják az átlagos mérnöki fizetéseket. Folyamatos igény van az idegen nyelven jól beszélő műszaki projektvezetőkre is, az itthon futó vagy itthonról menedzselt gyártási vagy fejlesztési projekteknek a növekedése miatt. Míg a magyar vállalatok legnagyobb kihívása a szakképzett munkaerő megtartása, addig a nemzetközi versenytársak leginkább a bővülésben találkoznak nehézségekkel.